Hamarosan itt a szilveszter, melyre már megvásárolhatóak a pirotechnikai eszközök, mint minden évben úgy idén is óvatosságra int a rendőrség. Ezzel együtt kiemelik, hogy petárdázni továbbra is szigorúan tilos, azon túl ugyanis, hogy életveszélyes a használata, 150 ezer forintos bírsággal is gazdagodhat az, aki ilyet durrogtat. Sok hazai városban indítottak petíciót a tűzijáték betiltására is, melyre önkormányzati döntés esetén van lehetőség, tudtuk meg egy helyi szakértőtől. Vérces Viktor elmondta, hogyan és milyen intézkedésekkel korlátozhatja, vagy akár tilthatja be az önkormányzat helyben a pirotechnikai eszközök használatát és árusítását. Természetesen az önkormányzatok a saját illetékességi területükre kiterjedő hatállyal hozhatnak ilyen rendelkezéseket, ez az alaptörvényből és az önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseiből is következik. Ez egy helyi közügynek minősül, és ilyen esetekben a képviselőtestületnek rendeletalkotási joga van. Természetesen ilyenkor nyilván azt vizsgálni lehet, hogy esetleg nem áll-e ellentétben a rendelet mondjuk egy magasabb szintű törvény szabályozásával, vagy mondjuk nemzetközi egyezménnyel, de ebben az esetben ez föl sem merülhet problémaként. Eddig csak Tata önkormányzata élt a tiltás lehetőségével. Nálunk Fehérváron ugyan nem lesz városi fényjáték, azonban magánszemélyeknek továbbra is engedélyezett a tűzi játékozás. A szombati menetrend szerint járnak a helyi járató autóbuszok egészen január 8-áig Székesfehérváron. A téli szünetet követően a közgyűlés döntésének értelmében a korábbi menetrend lép újra érvénybe. A járatok a megszokott számban fognak közlekedni január 9-től is. A közgyűlés döntésének értelmében elhalasztották a tervezett járatszámcsökkentés bevezetését Székesfehérváron. Az önkormányzat így segíti a lakosságot, hogy a magas üzemanyagárak miatt minél többen vehessék igénybe a közösségi közlekedést. Az új esztendő első tanítási napján tehát nem lép életbe a tervezett változás. A járatok a megszokott menetrend szerint fognak közlekedni a városban 2023. január 9-től. A Vitál Klub Sport Egyesület kapta meg a Koronás Park közepén található épület bérlési jogát, így az Egyesület kajak kenusai igazi otthonra lelhetnek a csónakázótó mellett. Éppen ezért különösen jó hangulatban telt a klub évzáró rendezvénye. A Vitál 7 éve működik a csónakázótónál, kapóra jött nekik a kiírt pályázat. Már évek óta keressük a funkcióját ennek az épületnek. Ez az eredeti gyerekjátszó funkció egyre kevésbé népszerű volt az elmúlt években, úgyhogy jó 2-3 éve már igazából nem használtuk ezt az épületet. Először próbáltuk kereskedelmi hasznosítást találni, ez nem sikerült, és ezért folyamatosan újra és újra pályáztunk, és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a legutolsó pályázatunkra a Vitál Klub is, mint sportszakosztály pályázott, és így a mai nappal ők vették birtokukba ezt a szerintem nagyon komoly és nagyon korszerű energetikával, nagyon kevés energiafogyasztással. Ez egy igazán nagyon jó kis épület. Az új otthonnak több funkciója is lesz. Az épületnek hármas célja van, tehát kondicionáló teremként, hajótárolóként és egy ilyen emlékpontként. A többi között Fanándor, Gál József, Fidel László és Vörös Zsuzsa sportolói pályáról is megemlékeznek majd a Vitál Klub új otthonában. Az évzáró rendezvényen a város képviseletében Boza István átadta a város támogatásával vásárolt vadonatúj hajót a Vitál Klub sportegyesület számára. Az év vége is sok sportélményt ígér Székesfehérváron. Ma és holnap három együttesünk is pályára, illetve jégre lép. Az Alba Kosarasai a Paks ellen nyújthatják tovább pazar szériájukat, ma 18 órától. Matthias Szolner tanítványai hetedik hazai győzelmükért hajtanak a Gáz utcában. Az Atom elleni párharcban van mit javítaniuk, hiszen a bajnoki nyitányon nagyon felemás teljesítményt nyújtva hosszabbításban elbuktak Pakson. Remek rangadóra van kilátás a tabella szomszédok derbijén. Az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban a Volán a Bécset fogadja péntek este. A Fehérvár legutóbb karácsony másnapján úgy verte 3 góllal a Grácot, hogy egyet sem kapott. Utolsó 5 hazai bajnokiából 4-et hozott le shootouttal, ami igencsak megsüvegelendő teljesítmény. A Vienna Capitals a 8., az AV 19 a 7. helyen áll a tabellán, így mondani sem kell, mennyire fontosak lesznek a felsőházba kerülésért az ezen a meccsen szerezhető pontok is. A sógorok elleni diadalhoz komoly erőt adhat, hogy 23-án hosszabbítás
májusban Stipsicék 4-3-ra legyűrték az osztrákokat Bécsben. A Nagyvolán mellett a FEHA 19 is jégre lép, a második csapat az Erste Ligában az Újpesttel játszik idegenben. A női kézilabdázók is pályára lépnek pénteken, Józsa Krisztián együttese a Vác csapatát fogadja a Köfénben. A 9. helyen álló fehérváriak 2 héttel ezelőtt az Érd legyőzésével megszerezték első hazai diadalukat a szezonban, a legutóbbi fordulóban Siófokon nem volt esélyük a pontszerzésre. A tabella 6. pozícióját elfoglaló Vácot legutóbb 3 éve tudtuk megverni itthon. Az Európa Ligában is érdekel Dunapartiak ellen csak úgy lehet esély, a támadásban és védekezésben is maradandót nyújtanak Boldizsár Biancáék. Persze az is kérdés, hogy a csapat világklasszis horvát hálóőre, Teá Pievics játszik-e, hisz az előző mérkőzéseken a keretbe sem került.